Az esetek több mint felénél nem ér ki a mentő 15 percen belül Pest megyében. A Népszava információi szerint ráadásul évről évre többet kell várni az életmentő segítségre. Pedig a kormány uniós forrásokból közel 15 milliárd forintot költött el célzottan arra, hogy 10 esetből 9-szer, negyed órán belül ott legyen a mentő. Az egyik mentő szakszervezet szerint azonban hiába vannak új mentőautók, ha nincs, aki vezesse őket. Maradj, nyugi, nyugi, maradj! A közelben tartózkodók hívtak mentőt ehhez a pórul járt motoroshoz még szeptemberben. A fiatalembernek szerencséje volt, hozzá negyed órán belül odaért a segítség. 1 óra 40 perc bőven volt, mire kiért a mentő. Addig anyámat, hál' Istennek, a doktornő tudta stabilizálni, nagyon jó gyógyszert tudott neki adni, tényleg le a kalappal a házi orvosunk előtt. De hát sok volt az idő. Azért elég sok volt, mire felvették a telefon, meg mire kiért a mentő is. Ahogy ez a délegyházi család is, a Népszava információi szerint egyre többen vannak azok, akik hosszabb időt kénytelenek várakozni a mentőkre. A lap a mentőszolgálat adataira hivatkozva arról ír, 2014-ben még a sürgős hívások 72,5%-ában értek oda a betegért 15 percen belül, 2015-re ez a szám már 70% alá esett. 2017-ben pedig 100 sürgős hívásból már csak 64-65 esetben értek ki a mentők 15 percen belül. A mentők közösségi oldalán közben számtalan köszönő üzenet is olvasható, a kiérkezés gyorsasága ugyanis függhet az eset súlyosságától és a földrajzi elhelyezkedéstől is. A Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége szerint a késlekedések mögött azonban elsősorban a kapacitás hiányt kell keresni, főleg Budapesten és Pest megyében. A kapacitás hiányt úgy próbálják meg kompenzálni, hogy más megyékből, más régiókból mennek mentőegységek felsegíteni Budapestre, és hát például a 15 percen belüli kiérkezés azért nyúlhat hosszabb időre, mert például nincs helyismerete egy olyan kollégának, aki az ország másik feléből jött. A Nézőpont Intézet november közepén publikált kutatásából az derül ki, a magyarok több mint 80%-a bízik az országos mentőszolgálatban. A szervezet főigazgatója akkor azt mondta, fontos, hogy mindig időben hívjuk a mentőket. Számtalan kórállapot van, egy szívinfarktus, ezt is sorolhatnám ezeket, ahol minden perc számít. Ezért indítottunk kommunikációs kampányokat, hogy oda tudjunk érni minden egyes pillanathoz, amikor szüksége van ránk a lakosságnak. A mentőszolgálat mostani válasza szerint az eltérő dokumentáció miatt nem lehet összehasonlítani a késlekedésekkel kapcsolatos 2014-es és 2017-es adatokat. A szervezet szerint ezen kívül biztosítottak a működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek is.